Reggel 6:30 érkeztek a csapatok az Agárdi parkerdőbe. Ez pedig a jelzés a felszállás előtti utolsó tanácskozásra. A csapatok közösen nézték meg a szélirányt egy egyszerű lufi felengedésével. Hurrá! Egyúttal azt is kiválasztották, hogy ki legyen a róka. Szakmai berkekben ez azt jelenti, hogy ő száll fel először, majd 25 perc repülés után lerak egy célkeresztet, a többieknek pedig ehhez a ponthoz kell a lehető legközelebb földet érniük. Nekem kell elsőnek elszállni a többiek között, tehát és engem fognak követni. Én leszállok valahol, ahogy mondták, hogy 25 perc repülés után ki kell tenni a célkeresztet, és a többieknek oda kell dobni egy jelzőszalagot a célkereszthez közel, és azt fogjuk mérni. A csapatok ezután nekifogtak a ballonok összeszerelésének, mint kiderült, számos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy biztonságos körülmények között felemelkedhessenek. Nagyon oda kell figyelni a gázbekötésekre, a vezetékek bekötésére, hogy jól tartsa az egész ballont, és minden ilyen apró beállításokra, műszereket beállítani, lenullázni, ezekre kell odafigyelni legfőképpen. Elsőként a róka csapat emelkedett fel. 5 perccel később pedig elstartoltak a többiek is, és megkezdődött a félórás utazás. A róka csapat egy elhagyatott telken ért földet, ahogy a kapitány mondja, nem volt megfelelő a szélerősség, ezért döntöttek úgy, hogy itt teszik le a ballont. Hozzájuk legközelebb Németh Zoltán és csapata ért földet. A kapitánynak egyedül a kiválasztott terület szűkössége okozott némi fejtörést, de végül gond nélkül megoldotta a feladatot. Velencei tó partján kellett leszállni, és nagyon picike volt ez a hely, mint ahogy lehet látni. Minden pilótánk nagyon figyelnie kellett, nem is az eredményre, hanem arra, hogy ennek biztonságos el tudjon szállni itt. Vagy ha nem, akkor pedig sok gázzal kellett, hogy rendelkezzen, és átment a tó másik partjára. Bár ahogy a riportban is elhangzott, a szél elég gyenge volt az optimális repüléshez, a csapatok mégis elégedetten csomagolták össze kellékeiket a leszállás után.